Köszöntöm a videó nézőit, ennek az órának a témája a kiegyezéshez vezető út. Először bevezetjük ezt a témát, ugye honnan is indulhatna máshonnan, mint 1849. augusztus 13-án Világosnál a magyar honvéd hadsereg letette a fegyvert az oroszok előtt, majd néhány nappal később az osztrákok előtt is. Ezt követően közel egy éven át, vagy kicsit több, mint egy éven át Julius Hajnau rémuralma katonai kormányzása zajlott Magyarországon, amelyet a megtorlás időszakának nevezünk, és ennek egyik emblematikus napja volt 1859. október 6-a, amikor Aradon 13 honvéd tábornokot és Budapesten, illetve Pesten az új épület észak-keleti sarkában kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt, volt miniszterelnököt, és ugye az osztrák császár ebben az időben első Ferenc József, aki engedélyezte ezt a katonai rémuralmat. 1850-ben részben a külföldi tiltakozásra is, meg nagyon kellemetlen is volt már Ferenc Józsefnek ez a katonai rémuralom, és ezért a birodalmi belügyminiszter irányítása alá rendelte a magyar területeket, ő volt Alexander Bach, és róla nevezték el a következő 9 évet, amely 1850 és 59 között zajlik, úgynevezett Bach korszaknak. Ez egy elnyomó időszak volt, tehát például Magyarországon nem volt magyar hivatalnoki kar, hanem külföldről, Ausztriából érkezett meg a hivatalnoki kar. Ez több okból volt így, részben a magyarok nem is nagyon akartak az elnyomó hatalomban hivatalt vállalni, és ezeket az elnyomó hatalmat képviselő hivatalnokokat, ugye, hogy a gúnyrajzon is játszik, magyar huszár egyenruhába öltöztették, vagy ilyen magyaros ruhába, amelynek a gombjain a császári két fej is has volt, és tulajdonképpen ezzel is egy kicsit gúnyolva a magyarokat. A magyarok viszont meg ugye gúnyolták ezeket a hivatalnokokat bakhuszároknak, csúfolták őket, sőt bizonyos helyeken az otthonukat ezeknek a férfiaknak, ahol megszálltak, úgy hívták, hogy csótányház, például a soproni polgárok ezt tették. Ez egy centralizáló, centralizmusra épülő, tehát a birodalmi központi hatalom akaratát érvényesíteni kívánó rendszer volt, amit bakrendszernek hívunk, vagy bakkorszaknak, és germanizációval zajlott, tehát elnémetesítés zajlott a birodalom teljes egészében. Gazdasági és jogi szempontból viszont egy liberális világ volt ez, annyira, hogy például 1853-ban egy uralkodói pátensben az áprilisi törvények közül, többek között a jobbágy felszabadítást is jóvá hagyta Ferenc József, tehát magyarán érvényesítették. 1850 és 59 között szeretnénk vizsgálni a következőkben a magyar nemességnek a választásait, hogy megértsük, hogy ebben az időszakban, amikor közéleti szerepet nagyon kevés nemes vagy általában senki nem vállalt, ugyanakkor megvolt három fő erőcsoport a magyar politikai életen belül. Az első az udvari nemesség, amelynek az élén gróf Aponyi György állt, ugye, aki a képen is látható. Ő korábban, még a reformkorban is jelentős szerepet játszott a konzervatív nemesség egyik vezetőjeként, volt főkancellár, ő volt az adminisztrátori rendszer egyik szorgalmazója, és 1849. februárjától Bécsben tartózkodott, és a főnemesi ellenforradalmárok egyik fő vezetője volt. Ugyanakkor mindenki úgy ismerte Aponyi Györgyöt, hogy egy ókonzervatív nemes, és az ő általa vezetett udvari nemesség, amely egyébként ebben az időben szintén nem kapott politikai szerepet a magyar királyságban, mégis arra törekedett, hogy az 1847-es rendi alkotmányt állítsa helyre az uralkodó, tehát az áprilisi törvények előtti állapotot.
A magyar politika második szegmense a nyílt ellenállás volt, azok, akik nem adták fel a fegyveres ellenállásra való készülést és törekvést. Ugye Noszlopi Gáspár és Mak József 1851-ben mind a ketten szerveztek fegyveres ellenálló csoportokat, Noszlopi Tolna megyében, Mak József pedig Székelyföldön, mind a kettőjüket elfogták és elítélték, és a csoportjuk feloszlott. Rózsa Sándor, a híres betyár, aki szabad csapataival harcolt a szabadságharcban, szintén megpróbált valami fajta ellenállást szervezni, de őt is elfogták, és Kufstein várába szállították, és börtönbüntetésre ítélték. És ugye a képen egy ábrázolást látunk, Libényi János, Szabó Mester 1853-ban megpróbálta meggyilkolni, merényletet elkövetni az akkor Magyarországra, a Magyar Királyság területére látogató Ferenc József császár ellen. Természetesen elfogták és kifégezték Libényit. Ugye ez az 1853-as év arról is ismert, hogy egy kicsit interdisziplináris mezőre tévedjünk, hogy ebben az évben írja Arany János a Velszi Bárdok című balladáját, amely elvileg a Magyar Királyságba látogató császár köszöntő versének íródott, de hát sokkal inkább egy kritikus vers a császári elnyomással szemben. A magyar politikai szegmens harmadik oldala volt a passzív ellenállók, akiknek a vezetője Deák Ferenc volt, ők elzárkóztak a közügyektől, tehát nem voltak hajlandóak részt venni semmiféle hivatalviselésben, semmiféle együttműködésben a Bakk korszak vezetőivel, irányítóival, hivatalnokaival, bojkottáltak mindenfajta ilyen jellegű rendezvényt, és kijátszották, ha tudták, a rendeleteket, sőt, elkerülték az adózást, már amennyire erre lehetőségeik voltak, tehát ők visszavonultak, ugyanakkor én nem tartom teljesen helyesnek a passzív ellenállás elnevezést, hiszen a nem tevés is tevés, de most ennek a filozófiai mélységeibe nem szeretnék belemerülni. És őnekik volt a Deák vezette passzív ellenállóknak az egyik törekvésük, hogy az 1848-as áprilisi törvények alapján álljon helyre az osztrák császár és a magyar nemesség és a magyar állam viszonya. A politikai szegmens negyedik eleme az emigráció, azok a politikusok, akik külföldre menekültek a szabadságharc bukását követően. Ugye közülük a legismertebb személy Kossuth Lajos, aki Londontól Washingtonon keresztül számos helyen szólalt fel a magyar ügy érdekében. Ugye ő az egyetlen magyar politikus, akinek emléktáblája van a Kapitólium hegyen Washingtonban, az amerikai törvényhozás épületén. Aztán ő ugye Torinóban telepedett le, később Turinban, és úgy is hívták, 1894-ig élt, úgy is hívták, hogy a turini remete. Egy másik csoport volt az emigrációban a Párizsban lévő Teleki László, Szemere Bertalan és Andrássy Gyula. Közülük ugye Teleki és Andrássy majd későbbiekben játszik szerepet a kiegyezés és a kiegyezést követő időszakban is. Ők Párizsban voltak, Londonban pedig és harmadik Napóleont próbálták arra rábírni, hogy támogassa akár egy fegyveres felkelést is Magyarország függetlensége ügyében. A londoni csoport Pulszky Ferenc, Klapka György és Vukovics Sebő nevével fémjelzett csoport volt, akik pedig a brit kormányt és a brit miniszterelnököt próbálták rávenni arra, hogy gyakoroljon nyomást Magyarország függetlenségének a helyreállítása ügyében a Ferenc József császárra. Ez a csoport az 1849-es függetlenségi nyilatkozat alapján állt, tehát ugye azok a későbbi jelmondatok, amelyek a nem engedünk a 48-ból, nem engedünk a 49-ből, ezekre a politikai törekvésekre utalnak. 1859-re
a birodalom, Habsburg birodalom válsághelyzetbe került, 57-től már komoly gazdasági gondok voltak, nagyon megnövekedett az államadósság, és 1859-ben a francia Sárd-Piemonti csapatoktól Itáliában elszenvedett vereségek és az itáliai területek egy részének elvesztése arra sarkalta a Ferenc József császárt és a tanácsadóit, hogy valamilyen módon megújítsák a birodalmat. Első körben ők a neoabszolutizmus megújítására törekedtek, tehát nem kívántak egy alkotmányos királyságot, hanem egy abszolutista, egy megújított abszolutista hatalmat kívántak helyreállítani. Ezért 1860. október 20-án Ferenc József megjelentette az októberi diplomát, amely az 1847-es viszonyok helyreállítását szerette volna, tehát ez az abszolutista és rendi országgyűlésekkel és birodalmi gyűléssel rendelkező állam újraalakítására törekedett. Ennek nem volt nagy sikere, ezért 1861. február 27-én a februári pátens már valamennyire modernizálta volna ezt a neoabszolutista rendszert, mégpedig úgy, hogy egy birodalmi összparlament született volna meg, nem lettek volna különálló területek, különálló parlamentek, és minden nemzetiség, aki a birodalomban élt, az összlakosságban lévő arányának megfelelően küldhetett volna képviselőket a birodalmi összparlamentben. Ezt szintén elutasították a magyarok is, és mindenki más is, és nem sikerült megvalósítani, ezért 1861-65 között beszélünk az úgynevezett Schmerling provizóriumról, és Schmerling birodalmi lovag vezette ekkor a birodalomnak, a Habsburg birodalomnak a kormányát, és egy mérsékelt abszolutizmus volt, de nyilvánvaló volt, hogy ez nem vezet sehová, ezért közeledni kellett a legnagyobb államalkotó nemzetiséghez a birodalmon belül, a magyarokhoz. Ez a közeledés már 1860 végén megtörtént, amikor összehívta 1861-re az országgyűlést az uralkodó. Ugye két csoport határozta meg az országgyűlés működését, Deák Ferenc körül az úgynevezett felirati párt, és az emigrációból hazatért, és a képen látható Teleki László körül pedig a határozati párt. Ugye a pártok elnevezése nem is annyira a politikai erő irányultságukat határozza meg, vagyis hát részben meghatározza, hiszen mindkét párt elutasította a februári pátenst. Már az októberi diploma is, de az addigra ugye lekerült a politika asztaláról, de elutasították a februári pátenst. A fő kérdés az volt, hogy milyen formában tegye meg ezt az országgyűlést. Ha visszaemlékezik a néző a reformkori országgyűlésekre, amelyről már tanult, akkor tudja, hogy a felirat forma az az uralkodó számára országgyűlés által felküldött irat, felküldött határozat volt, amelyet az uralkodó vagy szentesített, aláírt és törvényerőre emelt, vagy pedig nem szentesített és visszaküldött újra tárgyalásra. Na most a felirat formát javasolta Deák. Ebben burkoltan benne volt az, hogy a Magyar Országgyűlés elismeri Ferenc Józsefet, aki nem volt megkoronázva magyar királynak, mint magyar királyt. Teleki László, aki emlékezzünk néhány diában korábban beszéltünk róla, hogy a párizsi emigráció egyik vezetője volt, és onnét érkezett Magyarországra, és a császár engedélyével vehetett részt tulajdonképpen a politikában. Teleki László körül a határozati párt azt mondta, hogy nem írhatunk úgy a királynak, nem közölhetjük úgy a királyra az akaratunkat, hogy elismerjük, hogy ő a király, hanem küldjünk egy határozatot úgy, mint mi így döntöttünk. És tulajdonképpen ennek a formának a vitája során kiderült, hogy a Deák
párt felé, a felirati párt felé, sok határozati párti politikus is együtt szavaz Deákkal, hiszen Deáknak a javaslata, hogy feliratban közöljék az elutasítást, nyitva hagyta a további párbeszédet, amely a megegyezést és a magyar államiságnak tulajdonképpen a helyreállítását eredményezhette volna. És Teleki, aki amúgy is egy vívódó személy volt, attól való félelmében, hogy le fogják szavazni a határozati javaslatát, a szavazás előtti éjszakán, május 8-án öngyilkos lett, emiatt egyébként el is halasztották néhány nappal a szavazást, és Deák azzal vezette fel a határozat vagy felirat kérdésében való szavazatot, hogy nagyon nagy szavakkal méltatta a politikai ellenfelét, Teleki Lászlót, aki önkezével vetett véget az életének. A felirat elküldését követően Ferenc József természetesen felosztatta a Magyar Országgyűlést, és a Schmerling provizórium alatt nem volt kapcsolat, de 1864 végére a belpolitikai gondok miatt Auguszt Antal megbízást kapott Ferenc Józseftől, és találkozott Deák Ferenccel, és elkezdtek beszélgetni a kiegyezésről, tehát Auguszt közvetítette az uralkodó akaratát, Deák pedig ugye a magyar véleményt, és 1865. április 16-án a Pesti Naplóban egy aláírás nélküli írás jelent meg, ezt nevezzük úgynevezett húsvéti cikknek, amelyet mindenki tudott, hogy Deák Ferenc írt, és tulajdonképpen felvázolta benne azokat az alapelveket, amelyek mentén az osztrák császári ház, Habsburg ház és a magyar nemesség és politikai élet és a magyar állam kiegyezése megtörténhet. Ferenc József 1865. decemberében újra összehívta az országgyűlést, azzal a céllal, hogy akkor most már a húsvéti cikk programja vagy programadása alapján tárgyalják meg a kiegyezésnek a formáját. És így tették meg az utolsó lépéseket. 1866. márciusára az országgyűlés, Magyar Országgyűlés egy 67 fős küldöttséget hatalmazott fel a kiegyezési tárgyalások lefolytatására. Ezeket a tárgyalásokat június-augusztus között zajló porosz-osztrák háború, amely ugye Ausztria vereségével ért véget, és a Habsburgok lemondásával a német egység vezetéséről, ezt követően folytatódtak a tárgyalások, amelynek egy gesztus jellegű aktusa volt, hogy 1867. február 17-én Andrássy Gyulát kinevezte miniszterelnöknek Ferenc József. Ez ugye megint egy nagyon nagy gesztus volt, hiszen emlékszünk, hogy Andrássy Teleki mellett szintén ott volt a párizsi emigrációs körben. Ráadásul Andrássyt is halálra ítélték távollétében, és hát távollétében ki is végezték, felszegezték a nevét egy akasztófára, ezért ugye neki egy ilyen beceneve volt, ha abban az időben lett volna közösségi média, lehet, hogy így jelenik meg benne, hogy az akasztott gróf. És ugye vannak ilyen pletykák, és talán itt van ennek egy kis helye, hogy erről beszéljünk, hogy Andrássy azért lett magyar miniszterelnök, mert hát intim viszonyt folytatott Erzsébet császárnével, a Sziszivel. Nos, ezek a pletykák hiteles forrásokból tudjuk megalapozatlanok, tehát ne is adjunk nekik helyet. Egyszerűen Andrássy egy olyan személy volt, ami elfogadható volt Ferenc József, és elfogadható volt a magyar politikai elit számára is. Kinevezik miniszterelnöknek, leteszi az esküt, és február 20-án megalakult a felelős magyar minisztérium, amely Érdemben kezdte meg a kiegyezés felé vezető utat. Május 29-én a képviselőház elfogadta a kiegyezési törvényt, ezt követően június 8-án, ahogy itt idealizáltan ábrázolva van, Ferenc Józsefet Budán és Pesten megkoronázták magyar királynak, és július 28-án pedig a király aláírta az 1867-1-12 törvénycikkeket, ebből a 12. törvénycikk volt az, ami a kiegyezésről rendelkezett.
Az, hogy mi volt a kiegyezésnek a tartalma, egy következő órának a témája, de még mielőtt erre az órára rátérnénk, mindenképpen fontos egy kis forráshasználati gyakorlatot végrehajtanunk, amelyben a megpróbáljuk nézni a húsvéti cikk alapján, hogy milyen módon vázolja föl Deák Ferenc a kiegyezésről alkotott magyar álláspontot. Kérem a nézőket, nyugodtan állítsák meg a videót, olvassák el alaposan, írják föl maguknak azokat a szövegben található kulcsfogalmakat, amelyekből választ tudnak alkotni, és próbálják meg mondatokba is foglalni, hogy hogyan vázolja fel, milyen módon Deák. Én ezeket a gondolatokat találtam fontosnak ebben a szövegben, a közös uralkodó, a közös védelem, hogy a szankció pragmatikából, amely ugye egy 1722-23-ban becikkelyezett törvény volt, amelynek az a lényege, hogy közös a birodalom, de Magyarország a saját törvényei szerint kormányoztatik, és az uralkodóház közössége, tehát közös uralkodó, közös védelem, külön állás a birodalmon belül, ezek voltak a magyar gondolatok, vagy magyar irányultság álláspont a kiegyezés kapcsán. Végül a kulcspontokat érdemes végigvenni, tehát ugye, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukását követően a katonai kormányzást, amely Hajnaúhoz fűződik, az elnyomult, germanizáló, centralista Bach korszak köszöntött hazánkra. A magyar politikai elit különböző válaszokat igyekezett adni a fennálló helyzetre, volt udvarhőcsoport, passzív ellenállás, emigrációban való szervezkedés, a Habsburg birodalom válságát az uralkodó a magyarok felé való közeledéssel, illetve a birodalmi neoabszolutizmus megújításával igyekezett orvosolni. Az 1861-es országgyűlés elutasította a februári pátenst, de a döntésük közlésének módja mentén ez megosztott volt, ez az országgyűlés, ugye a felirat vagy határozat, és egy rövid provizóriumot követően Deák húsvéti cikkének irányvonalán megindultak a tárgyalások a magyar nemesség és az uralkodó között, és ennek eredményeképpen 1867 nyarára megvalósult a kiegyezés. Hogy mi a tartalma, erről a későbbiekben beszélünk, de az odavezető útban való elmélyüléshez néhány szakirodalmi segédletet adunk a nézőknek. Köszönöm a figyelmet!